Reggel Vietnám üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő csodálatos Weissenberg kárral, és mindjárt infókat mondok, fogok mondani, meg közben már veretjük is neki, mint a veres egyházi. Tudom, egy kicsit úgy gondoljátok, hogy le vagyunk győzve, de a Keeper az nem csügged. Iszunk egy, miért iszok, ha nem is vagyok szomjas? Izére akartam fürödni, gyerekek. Mert közben, amíg megfürdök, addig elmesélem, hogy mi a szituáció. Hát az a szitu, gyerekek, hogy elbuktuk a fogadást, viszont hát nem adjuk fel. Sőt, képzeljétek, Ferike volt olyan rendes, azt mondta, hogy nem kell neki az 5000, hanem azt sorsoljam ki köztetek. Úgyhogy péntek este lesz egy live, My Summer Káros live, és abban fogom így droppolni a chatbe a Steam kulcsot. Úgyhogy nem lesz sorsolás, hanem ott élőben be lesz dobva a Steam kulcs, aztán aki kapja, marja, jó? Arra lesz még egy külön videó, hogy tudjátok érvényesíteni, ha véletlenül valaki nem tudja. Szóval, minden szuper lesz, gyerekek, de most rohan sok dolgunk van, úgyhogy megyünk is a francba innen. Amit vinni akarok, az egy-két dolog van, én már kitaláltam egyébként mindent. Egyébként mindig így csinálja a Keeper, hogy nem adjuk föl a dolgokat, kalapácsot vigyünk, mert az bólogat, és betöri a kredencet. Na most gyorsan ki kell találni, hogy mit viszünk. Itt hagyok minden, nem érdekel. Munkát kell hálálni, gyerekek, meg még ráadásul kitaláltam még valamit. Az a baj, hogy nem sokára megy le a nap, úgyhogy bele kell húzni, skacok. Úgy olyan pörgésbe leszünk, hogy azt el nem tudjátok képzelni. Figyeljetek, meg lehetett volna matatni a jelzőfényt, le tudtam volna szedni. Először is nagyon gyorsan ez az. Rakjunk neki egy gyújtást. Írtátok, hogy ez a sipolás az nem más, mint a... Várjál, amíg izz itt, addig hozok valamit. A másik kocsiban maradt a kaja pia, azt kéne vinni. Hogyha szomjasok leszünk, éhesek leszünk, akkor azért ne dögöljünk éhen. Úgyhogy chipszer vigyünk, meg sört, addig izz itt a verna, aztán akkor tudunk is indulni. Rakunk egy kézigász neki, azt már megyünk is a turbo rizel le. Csak úgy föcsög a füst a... Nem a füst, a koromba az a gébű. Na jó, az izzítás, úgy láttam, elég volt. Ez az. Kis kézigász húzunk neki, ugye? Ez az. Meg is indultunk. Kis termeljen egy kis levegőt. Rakunk neki egy magas, ugye ne felezőbe menjünk. Bekötjük magunkat, azt nyélen gyerekek, amit bír. Van itt ezen kézifék? Valahol van kézifék elvileg. Ott, az mehet előre. Termelünk levegőt. Mi van itt? Milyen kapcsolók? Hátsó tengely, difizár, hidraulikus pumpa. Másra nincs is szükségünk. Jaj, lehet, hogy egy alacsonyba kell volna indulni. Miért nem indulunk meg? Mi a levegőnk nincs, akkor attól még elindulni el tudnánk. Ez az. Tegyük neki. Tesszük neki egy magasat. Ezt közben, hogy termel levegőt, nem fékezünk, gyerekek! Nyomunk neki egy harmadikat. Nyomunk neki egy negyediket. Aztán már megyünk is, gyerekek, melókat kell vállalni. Sok pénzt kéne keresni, mert ugye leégettem a kuplungot a Verdába. Meg még egy csomó minden kellene. És nem számítógépet fogunk venni, hanem autóalkatrészeket, gyerekek, újra gondoljuk a dolgokat. Figyeld, amit bír, gyerekek. Nem fordul el! Itt ez nem fordul el, srácok. Várjatok. Mondjuk lehet, hogy nem nyílen kéne ezen az úton menni. Nem is tudom, mennyivel megyünk. 70-nel. 70-nel, gyerekek, ezzel a gifúval. Nem gép, ha nem bírja, jó, mert ezt nem tudom összetörni. Ezőző részben egyébként írtátok, hogy valószínűleg az volt a probléma, hogy én leégettem a gubikat, amikor úgy indult be, ugye burnoutolva, és utána már ugye nem ment volna a gép normális és semmiképp, utána leégettem a kuplungot, úgyhogy aranyosan megoldotta a Keeper a dolgokat. Gyerekek, ezzel a géppel lehet beletni, hallod? Ezzel a géppel lehet neki nyomni. Bár még ugye nem vagyunk rakottan, nem, nincs tele szarral. Elvileg van hatodik is, de azt már nem merem berakni neki, gyerekek. Nyomunk neki egy vissza kettő. Letesszük az elejét, épp hogy elférjen, úgy né.
Kipengedjük, ez az. 4. 5. Szupi. Jó, gyerekek, megyünk. Egy csomó helyen kéne szippantani, azt nem tudom, hova kell leengedni, megmondom őszintén. A szippantással úgy nagyjából tisztában vagyok, de hogy hova kell leengedni, azt nem tudom. Itt, ha ne burulunk fel, akkor soha. Jó, Jézus Isten. Ez majdnem meg volt. Szerintem két izeit mentünk. Nem két keréken, mert 6 kerekű. De mondjuk 2 van leengedve oldalanként, úgyhogy két keréken mentünk. Ja, nem tudom, hova kell leengedni a ganyét majd. Elvileg megbüntetnek, hogyha bárhol leengedem, nem? Beengedem a tóba, az lehet, hogy nem annyira lesz nyerő. Na, ide kell először jönni szippantani. Na, megyünk is. Nyilgáz a gyerekek, elsőbségadás kötelező táblát, azt nem ismerjük. Oké, okay, itt óvatosba lecsurgunk. Itt elég nagy a kanyar van. Nem tudom, hogy éjszaka is lehet-e munkát csinálni. Itt a, igen, itt a fickó, de jó, oké. Okay. Nyomunk egy satút. Teszünk egy izét, egy rükit. Mindig rossz gombokat nyom a gyerekek. Elvileg itt van valahol. Ott van a kula, ott a kula. Kula tartály. Oda kéne nagyjából betolni. Ez a gyerekek. Annyi, hogy rakjuk ki üresbe. Kiszállunk. Mindjárt intézem a kulacsövet, gyerekek. Hát szippantunk egyet, bazze. Na, arra kellene figyelni, egyszer azt hiszem, hogy beleestem ebbe, azt meghalsz Istent a szarba. Úgyhogy... Hú, mert ez így működik. Ezt régebben nem kell csatlakoztatni? Mint hogyha úgy emlékeztem volna. Na, ide ezt bele kell ugye vezényelni. Nem tudom, hogy mennyire, vagy milyen mélyen, vagy hogy működik. Honnan tudom egyébként, hogy meddig van a szartartály? Hogy hogy nevezik ezt, gyerekek? Hát ez jó mély. Hát ebben nem kéne beleesni. Na, skacok. Elvileg azt hiszem, hogy itt mutatja, nem? Hát ez jó, meg van csinálva. Na. 1000 liter? Szor 1000 liter, jó. 10 000 literes tartály. Elvileg kéne adnunk neki egy kézigázt. És akkor... egy pumpát. Na gyerekek, elvileg kéne szippantania, nem? Viszi ez mind a... viszi ez mind az őrület! Gyerekek! Hát tudja a keeper, hogy kell szart szippantani? Jó. Azt nem tudom, hogy... jó, remélem, hogy... nem kéne beleesni, tényleg. Jó lesz, nem tudom hova kell engedni, meg hány darab fér bele. Ugye ezzel tök jó pénzt tudunk keresni, azért hamar megvan ez. Nem olyan veszélyes. Szuper. Ezt a csövet meg ne se szedem, húzom magam után. Félek itt a szélén. Na, gyerünk már, lehet kellett volna kiadnom még egy kis kézigázt. Volt jól néz ki. Jó, ja, írtátok, hogy ez is Unity Engine. Csak teljesen át van dolgozva. Na, ja, jó hozzányúlt a készítő, az biztos. Na? Még viszi? Még viszi? Hát mennyi ez, basszus? Remélem nem kell közelebb állnom, elég távol állta. Még mindig viszi, viszi. Érdekes, itt tükröződik a felület, meg mint hogy... Na, meg is vagyunk, gyerekek. Adjál pénzt, hol van? Kösz haver, húzok is a vérbe. Leállítom a pumpát. Kézigáz vissza. Megnézem, hogy hány liter ment bele. Hogy félre egyébként bele. Úgy gyerekek, egy, legalább egy 4 darab belefér. Ez valahogy hogy kell ez visszaszerezni? Hűha! Nem valami izé elveszítem.
Na ezt hogy kell leszedni gyerekek, azt nem tudom ám. Először is, nem tudom, várjál, nem itt kell matatni, mint hogyha... Az marha jó lesz. Ej, gyerekek! Ezt nem tudom, hogy kell leszedni. Azt a csövet, most halál, viccen kívül. Úgyhogy most tökéletlenkedés van megint. Oké. Okay. Hogy kell ezt visszarakom, bazza, beleesek, én annyira félek ettől. Beledobom, francba neki. Jó, visszaraktuk. Hogy kell ezt leműteni, gyerekek? F gombbal, jobb gombbal, nem? Ó, hogy rohagy meg. Így se. Ó, de jó, hogy nem tudom, hogy kell. Mozzik. Na végre leszakadt. Na de hogy kell visszarakni oda? Ezt nekem kell így visszahúznom? Nem, hogy elveszem, bazza, mert ha elveszik, akkor ezt cseszhetem az egészet, nem? Talán jól csinálom így, nem? Várjál! Van ilyen. Ho-ho-ho! Ah, még jó, hogy nem csak oda felcsaptam. Oké, okay, gyerekek, húzhatunk a francba. Majdnem a G-bet is mond, dolgot mondtam, hogy hova húzhatunk. Annyit meg kéne nézni, hogy elvileg itt sorban vannak ám szippantások. A következő saroknál is lesz szippantás. Meg ott is van a városban, úgyhogy kapásból keresünk egy csomó pénzt, gyerekek. Coolok vagyunk. Nyomjuk neki. A szana szét fogjuk keresni magunkat. Kapásból keresünk. Mennyit adott? 1200-at talán? Akkor keresünk körülbelül olyan... Hát 3600-at plusz a pénztárgépet ki rámondjuk. Elvileg azért hoztam el a csavarhúzókészletet, ám srácok, vagy a kulcskészletet, hogy a csavarhúzóval szét tudjam kapni. Ugye ott a helyszínen nem kell akkor szórakoznom. Jó, itt ide fát kell hozni, ez nem érdekel most engem. Jó, ez így jó. Szerintem most mi világított, milyen visszajelző... Aha, jó. Oké. Okay. Jaj, a vonat. A pecsárját. Majdnem meghaltunk mindig. Majdnem meghaltunk mindig, azt akartam mondani, hogy mindig akkor jön a vonat, amikor itt átkelek. Milyen csuda jól működik az a minimap, nem srácok? Hogy még amíg így kizoomol, tudjátok, amikor gyorsítasz. Egy nagyobb területet láss be. Tök jó meg van csinálva. Azért itt kéri az energiát, gyerekek. Ez lehet, hogy meg lesz ragva teljesen ganéva, akkor már egy kicsit tehetetlenné válik ez a gép. Azért furcsán viselkedett. Mert elvileg itt is kell egyet cippantanunk valahol. Tele leszünk zséve, gyerekek, de szerintem az egyre nehezebb, mint volt. Jó, hát vagy 3 tonnával, vagy 2-vel, nem? Gondolom, jön mögöttünk a tesó. Kis polákkal, talán durran belénk a balfék. Majdnem a másik szót mondtam. Másik F betűset. Hú, egyébként kezdem élvezni ezt a játékot, gyerekek. Az a lényeg, figyelj, ebben a játékban az a fontos, hogy készülj fel a legrosszabbra is, és onnan már nem érhet meglepetés. Na jó, neki jobbáljuk Elvi. Na, itt kére valahol szippant a rúg. Valahol ide be kére subbandi. Lehet, hogy bevegyek egy orra előre. Na jó, mi a... Edura! Persze, az a neked meg ide kell lábjönnöd. Na várjál! Nem az a gomb, ez a gomb. Kéne nekünk egy diffizár. Meg kéne nekünk egy felező szerintem. Miért mindig ezzel a...
Nem mondod, most ide elakadtam. Hát ennek meg itt kell dudálnia, meg rugatnia. Megpróbálom letenni a tengelyt. Hát, hogyha más mutat a gyerek fekvése. Nem mondod. Hát megpróbáljam ki tolni, gyerekek, most mit csinálják? Megpróbáljuk meglökni valamerre. Figyelj, hátrafelé tolod, az is jó lenne, csak nehogy elüssöd a tesó. Az idegesített föl a tesó, itt jött mögöttem. Várj, haver, állj meg! Állj meg! Nyugodjál meg, testvérem! Menjünk haza! Vigyél haza! Vigyél haza! Menjünk már! Mehetünk! Hát ez... ez nem fog elindulni. Van egy olyan érzésem. Fú, bazza, ezt nem bírom, ezt a dudálást! Megtoljanak? Testvérem, erről beszéltem. Imádom ezt a játékot, fel kell köszülni a legrosszabbra. És akkor semmi se lehetett. Na. Itt ne hagyjál, testvérem. Jövök, jövök. Mehetünk. Menjünk haza. És már indulhatunk. Szedd neki, azaz. Azaz, azaz, menj. Ne arra. Haver. Ne legyél hülye. De dudálba az. Komolyan mondom, ilyen nincsen. Akkor menjél neki! Lök ki onnan azt a terautót! Ne dudálj! Ó, te Isten! Ezt nem bírom, gyerekek! Ez az, told neki! Told neki! Kiszállok szerintem. Öcsém! Na várja, megtolom én, igen. Menj! Ez az, menj! Nyom neki! Gyere, jobb magam, komolyan mondom. Hát, én ezt már nem bírom idegekkel, gyerekek, várj. Hát nem bírom idegekkel, hagyd abba a dudálást! Az édes anyád nem csapott keresztbe, bazze. Ezt nem tudom, de bazze. Ó, dudál, öcsém, dudál! Sírni fogok! Sírni fogok, komolyan mondom. Nem hiszem el. Én nem hiszem el, hogy ilyen létezhet. Toljad neki, segíts! Látjátok, egyszer írtatok olyat, hogy a sörös rekeszsel lehet bugoltatni. Most aztán remélem, hogy úgyis van.
Aha, ja, hogy így alá tudod pakolni a dolgot. Nem. Ez nagyon komoly. Figyelj, berakom a sörösnek ezt a meghajtott kerékhez, aztán mindjárt akkor föl tudok ugratni. Ha, akkor ötlet. Adani. Jújja. Ebből baj lesz? De legalább ne durál, de itt ez a csávó. Hát ez nem viszitek el ennyire őrület. Na, nézzük egy előrét. Uá, sörösnek ez gyerekek, jó vagy, ott jó ötlet volt, bazzer. Királyok vagytok, aki kitalálta ezt? Ez a sörös rekesz, az működik, valaki írta egyik rész alatt. Még jó, hogy olvasom a kommenteket, gyerekek, nagyon komoly volt ez. Valahogy bekére oda állam, nem tudom hol kell szippantani. Biztos ott hátul. Válunk korra előre. Ezt kiszajövünk a sörös rekeszért, ne haggódjatok. Ez a hülye kis polc kis állat. Hol van a... ott az emésztő. Jaj, jaj, itt meg van egy lyuk. Van baj. Tudod, álljál be, bazza, mi? Hülye gyerek, gondolják. Ez így nem lesz jó. Ki kell tolatnom vissza. Az a baj, itt van egy ilyen gödör. Mondjuk eddig elég sokáig eljöhetnék. Hát mondjuk. Eddig. Ide úgy beszorítom magam, már most előre látom. Nem hiszed, de itt dudál még mindig ez a szerencsétlen hülye. Azt nem mondta, hogy bejött ide. Hát komolyan mondom. Hát a nyakadra te vágom bele. A sörös... és átment a sörös ládámon. Csávó meg itt várja, hogy szippancsunk, és közben meg összedöntöm az egész kecót. Hát jó. A lépcsőre följártam, nagyon jó. Figyeljetek, megoldottak éppen a revicceé. Öl a lóvé. Oké. De egyébként annyi eszem lehetne, hogy egy rohadt kéziféket húzok. Na, akkor ugye megint ugyanaz a metódus, viszont elmegyek a sörös ládámért. Hello papa, bocs, hogy ilyen késő jöttem, de voltak bajok itt kanyarba. Ez a sörös láda, ez jó ötlet volt, köszönöm szépen az ötletet, tényleg nagyon jó. Itt meg itt az autószerelő, erre kell a pénz, gyerekek. Isten. Tele van a ganéval? Kipök papa megoldja. Ez mi történt? Azt a betyá, jó helyre csatlakozott. Mit nem mondjuk, bele robjam gyerekek, ilyenkor mi van, hogyha ilyet elvesztesz így végleg? Ez be van bugolva. Csatlakoztatni kéne, ja. Jó lenne, hogyha nem cseszném el. Ez mi volt? Meg még szerencse nem estem bele pont a gödörbe. Jó van, engine problémák. Még jó, hogy hozzájut ahhoz a jó működő Unity Engine-hez ilyen nagyon akkurátosan a csávó. Nehogy egyszerű legyen a helyzet, de most ez miért nem akarom belemenni amúgy? Ja, csak csatlakozott kell megfogni, gondolom. A nagy büdös szart. Most ez csatlakozott? Nem ám belemegy lefele az izébe. Az emésztőgödörbe ez a cső. Az egész, mert akkor meghalok komolyan, kéromba. Hogy ezek egy játékban játszani, hogy szarcippantasz a másik embernek a izéjé, szarját. Te jó, az oda van csatlakoztatva, ugye? Akármennyire is nem úgy tűnik.
Ha nem ám lemegy, bazza, mert akkor megőrülök. Na, egy kövér gázt húzzunk neki. Valami lesz. Ja, szippantja, jó. Jó vagyunk gyerekek, teljesen jók. Arra kell figyelni, hogy ez a cső nem, hogy beessen valahova majd. Mert akkor tényleg onnan nem szedem ki. Viszont itt tök jó látni szerintem, akkor is, ha tök sötét lesz. Ugye, várjátok, azt nézem, hogy vizelet. Pisíjunk egyet. Ezeket közben, amíg szippant, addig intézzük már el. Fáradtság, ugye tudunk aludni akár a izébe is. A szippantós kocsiba is, de úgy terveztem, hogy ezt úgy kéne, hogy kiraboljuk a kocsmát. És utána fogunk izélni, Utána fogunk aludni egyet, igen. Egy bagarettára rágyújtunk. Tök jó, mert hogyha végez, akkor úgyis szól, hogy szól a fickó, hogy itt a lóvé, testvérem, itt a lóvé. Te, ott is, bazza, a következőnél is van munkánk. Hallod? Itt van a szomszédba, szembe szomszédba, és összejött egy csomó. Csomó meló. Na, megvan vagyunk már, vagy még nem? Nem jobb neki. Aztán lehet, hogy nem minden egy ugyanakkor a űrméretű. De, még félig sincs, nagyon jó. Még kettőt ki tudok szerintem szippantani. Nagyon királyok vagyok gyerekek, nagyon jó. Ez a legjobb munka. Ezeket... Ez mi volt? Hát nem kitörött bazza a célvédőm! Gyerekek, kitörött a szélvédő, de miért törött ki a szélvédő? Most komolyan mondom. És mi a szarért törött ki a szélvédő, ide kettő? Érted? És ilyenkor meg kapok egy legyet, muslicát, azt meghalok a tökömbe. És srácok, komolyan mondom, már nem tudok mit mondani erre az egészre. Hogy mondjam, nem vagyok boldog. Ez meg mindig beleesik, meg korom sötét van, csak én bele ne essek. Így gyerekek, várjatok, figyelj, előbbre vegyek, kiúzom. Kitörtöm mind a két szélvédő. De mit hű? Mindjárt megvan oldva, tessék a cső. Cső, kukorica cső. Itt vannak a szélvédő darabok. Hű, azért sötét van, na. Neki... Amikor ezt a csövet visszük, akkor ilyen extrém lassúak vagyunk egyébként. Te ezt el tudnám rakni, nem? Mármint izébe. Mi, hogy is hívják be? Inventory-ba, az vicces lenne. Jó, hát ez nem sikerült. Ezt ide fölhelyezni. Ezt nem tudom, így föl kell rakni, utána engedi csak. Utána írja ki. Utána írja ki, hogy visz fölhelyezés. Úgyhogy így ide fölfektettem. Tudom, nem láttak semmit, én se sokat. Nem hiszed el, leesett megint. Hol vagy? Hol van ez a rohadt cső? Kicsim ez. A készítőnek a szeme álljon meg, amikor ezt kitalálta, hogy a korom sötét, az itt korom sötét. Várja, nem lehet elrakni inventory-be nekem? Nem a francot, na elrakta. Ez mi? Csatlakozó. Na, az igen jó. Hogy darabokba van most? Ú, várja, a kocsi elejére kirobom, kíváncsi vagyok, hogy ez mi fog történni. Ott ugye van fény. Miért megyünk ilyen atom lassan? Miért nem fut a karakterem? Na, azért meg ugoltam. Nézzük, hogy izé, hogy... Ósze.
Baj van, gyerekek. Ez ment. Ott megy. Srácok! Vaz, megkergült a sövem itt. Hú, baze. Júj! Szerintem kívják az X-aktákat, a Muldert meg a Scullyt ehhez. Hallod? Itt van a... Áj! Rátekeredik a nyakamra, végem van. Na most aztán vége a bulinak, gyerek. Oh, talán földet ér. Kapd el a végét. Jó. Ha. Hol van? Kimegy az űrbe, gyerekek. Na, ement. Essé már, hát látjátok ti, hogy mi történik? Hogy egy ilyen hosszú cső itten... Na most elment északnak, tessék, elhúzott, mint a vadlibák, ott megy. Jézus úristen. Na jó, ez nélkül a csőrékű szerintem vége szokott a pályafutásunknak. Egy csatlakozó az nálam van, még várj, ezt ledobom ide. Csak egy kíváncsiságból, hogy... Nem, ez nem az út, igen, ez a sőröcske. Várjál. És ezt ledobom. Azt a becsár, ez a ment a másik után! Na? Jó van akkor. Istenem, komolyan mondom. Ennyire van szerencsém, tessék, látjátok. A cső az külön életet élt, úgy gondolta, hogy ő neki szabadon kell lennie. Na, erre várjatok gombot, hogy most mi lesz. Ebugolt a cső. Imádom a bugmentes játékokat, a kedvenceim, gyerekek. Nem jött vissza, véletlenül nem simult föl ide? Lehet, hogy egyébként mentek egyet, akkor visszatérnám. Na, megyünk izéni rabolni. Más ne, jobbat nem tudok kitalálni, gyerekek. Várjál, valamit akartam nézni. Autószerelőhely. Igen, itt jobbra kimegyünk. Menjünk be balra, mindig jobbra megyek. Miért jobbra megyek? Itt balra már tudok menni. Na jó, pedig itt aztán itt van még egy szippantós helyiség ám. Mit tudnék csinálni. Hát nem vagyok boldog. De mondjuk a benz... Izé, a... Hú, hogy fogok innen kijutni, kijutni, gyerekek? Jézus Mária. Tolató lámpát nem ismerjük mi? Igen, nincsen belső világítás, hogy valami? Hát komolyan mondom, mi ez a korom sötét? Kezdődik a móka. Nem szabad aludnunk, mielőtt még azt mondjátok, meg ki kell rabolni még a izét, a kocsmát, tudod. Fogalmam, azt sem tudom, mi van, gyerekek. És miért nem megyünk? Szerintem most engedtem ki a kéziféket, nem? Abba gondolkozok, hogyha mentek, meg visszatöltöm, akkor nem lenne az. Az miért nem fordul ez a gép, gyerekek? Értem én, hogy sötétnek kell lenni egy ilyen játékban. Ennyire. Ja, hogy az árokba vegyek. Aha, jó van. Hol van itt a kiárat? Hát a szem álljon meg annak, aki kitalálta ezt a sötétet. Erre talán még egy mondott esküszöt beraknám. Hát ez őrület. Ha megállunk az autószerelő műhely alatt, talán lesz egy kis fény is. Nem hangos ez egy kicsit? Nekem a ordinári hangos. Nehogy már megint rally van.
Arról sem nem ette ezeket meg a Andró. Na várja. Álljatok egy pillanatot. Igen, az a baj, hogy elveszett a cső. Azt abba bízok, hogyha újra tölteném, nem lenne meg. Ugye itt is például cippanthatnék. Itt van a következő épület. Vagy pedig aludjunk egyet? Vagy mi a szar csináljunk, gyerekek? Nem tudom. Megpróbálunk egy ölt. Hát talán visszakerül ez a rohadt cső, nem? De hát a francek ezt sem beleérted. Már értem én, hogy mit tudom én, hogy... Oké, hogy eltűnhet, leeshet az a cső, de azért... Az égben erre figyelj már föl. Jaj, de jó. Oké, megérkeztünk. Úgy látom egyébként, hogy várjál. Minkor nem enged interaktálni. Jaj, ne. Oké. Egy sörös rekeszem lehet ment a levesbe. Várjál, milyen cuccom volt nálam még? Potato. Igen, a sörös rekeszem az szerintem ment a levesbe. Mivel nálam voltak cuccok, ugye? És az szerintem lehet, hogy benne van. A klotyóba, ott van szerintem benn. Szerintem nem is látsz semmit, tök durva. Tök jó. Nem, szerintem nincs ott. Jó, tök jó ez a sötét. Na, nézzük meg egyébként, hogy visszatermette a cső legalább. Jó, a cső akkor elvileg visszaterem. Oké, ez egy jó dolog. Nézzük meg, mink érszett te, mert nálunk voltak cuccok. Úgy látom, hogy megvan nagyjából minden. A sörös rekesz az elbet borér. Az beleesett a klotyóba. Semmi baj. Jó van. No problémo. Spontszobjas vagyok, mint az atom. Mondjuk az tök jó. Nem tudom hány óra van, srácok. Nem tudom, hogy hol kell szippantani. Figyeljetek, szerintem nem tudok más csinálni, mint alszok egyet. Alszok egyet, nem tudok... Egyszerűen annyira sötét van ebben a játékban, hogy nem tudsz mit csinálni. Szomjas vagyok, éhes vagyok, meg fogunk dögleni. Keljünk fel, talán meg lesz az a sör, nem tudom, vagy valahol van egy kerti csap, vagy valami. Mozogjunk már, ja. Megint izé van rallyval, úgyhogy megint itt szágódoznak a hülyék. Nem tudom, ma izé a söröm elveszett, bazze, de kár. Elveszett a sörünk, gyerekek. Most, hogyha itt nincs csap, akkor lehet, hogy még szomjan is döglök. Ez jó lesz. Haver, nincs egy csapod, vagy valami, egy kerti csapot szeretnék. Csomó helyen van kerti csap, pont itt nem lesz. Hogy lenne? Hát akkor ezt cseszhetem. Akkor itt ez lehet, hogy izé lesz nekünk, Sanyi. Sanyi lesz nekünk. Itt sincs kerti csap. Mi van nálam egyébként? Aha, ezek vannak nálam. Izé az nem romlott meg, az a kaja? Bislik nem. Jó, azt megeszem legalább, akkor nem vagyunk éhesek. Az a baj, meg fogok halni, az nem biztos, hogy nagyon jót tesz, hogy nálam vannak cuccok. De tényleg egy rohadt kerti csap nincs ám sehol. Ezt is ki kéne szippantani. Hát nem hiszitek el. Elbugol először a cső, utána meg elbugol a izé a sör. De mi bugolna el más? Mint ami mindenképpen kell. Jó, kerestünk 3500-at. Boldog vagyok, happy vagyok. De hova tűnt a söröm? Nem hiszitek el, hogy eltűnt a söröm. Komolyan mondom. Réjjok mindjárt. A másik háznál nem volt véletlenül kerti csap. Nem tudok mit csinálni. Meg fogok dögleni szomja a gyerekek. Komolyan. Jó, ez nem erre jönnek, oké. Nem tudom, hogy itt nem volt egy kerti csap. Ha van kerti csap, akkor megúsztuk. Na már hát. Ekkora kerítés jönne, hogy ne ugorjál. Ha már rakott kerti csapot a készítő, miért... Ja, hogy erre is mennek? Ja. Akkor már miért nem rakott mindenhova? Hát most aztán kockáztatunk, hogy megdöglünk-e szomjan vagy nem. Várjál! Pisírnom kell, nem? Belepikéne pisírnom a számba. Ez nem tudom mennyire használt. Lehet, hogy annyira nem. Nem tűnik úgy, hogy jobb lenne. Jó van akkor. Hát figyeljetek, annyit tudunk csinálni, hogy ezt gyorsan kiszippantom. Ezt megyünk tovább. Nem tudom, semmi ötletem nincsen. Aztán talán valahol lesz egy kerti csap. Abba bízzunk.
Nyomosan ide betolatunk. Vagy pedig menjünk egyből a... Aj, de úgy megcsinálnám ezt, ha már egyszer itt vagyunk. Kockáztatunk. De biztos be fogok szívni, annyira ki van találva ez a játék. Ez egy ilyen... Fú, ez a játék, gyerekek. Ha, teszi neki a csávó rendesen. Jól. Ez vicces volt. Na, meddig izzítunk még? Próbálkozzuk meg egy nem fölborulással például. Nem megyek a boltba, vigyjál, basszus. Nem tudom, a diffidet zár nincs-e bekapcsolva, elég furcsán fordul a verda. A gyerekek meghalok, akkor nagyon fogok örülni neki. Elbugol, basszus, a izé. Elbugol a söröm. Pont, érted, amikor szomjas vagy, mi bugolna már más, mint a sör, amit tök szükséged lenne. És mindig ilyenek miatt halsz meg, nem ám amiatt halsz meg, mert hülye vagy, vagy valami. Az nem egy monta volt? Srácok, az nem egy monta volt? Oké, ez jó, most kiszippantjuk. Nem tudom, honnan szerezzek vizet. Nézzük meg a térképet. Semmi esély sehol, ugye? Itt vagyunk. Ú, a izéné van. Gyerekek, a kísértett háznál van víz. Azt tudti, hogy a kísértett háznál van víz, úgyhogy oda gyorsan bemegyünk. Jó, megúsztuk talán, addig kibírjuk. Ott emlékszem, hogy van csap. Gyorsan szippancsunk. Figyelj, csövet le se fogom akasztani, hanem megyünk a következőhöz. Mi a francnak akasszam le? Gyerekek, toljuk neki. Gyorsan, gyorsan. Megyünk a kísértett házhoz inni. Jó, összeszedünk szerintem egy 10 000-et, abból egy csomó mindent meg tudok venni. Lehet, hogy elvontatom ide a kocsit, és akkor megcsináltatom. Ugye akkor itt fizetsz, akkor kijavítják a dolgokat. Mikor már? Mikor már? Hát szomjon fogok halni. Na tesó! Nem lesz még elég? Jó, megvan. Köszi tesó, köszi tesó, mentem, 4700-nál vagyunk. Szedjük a lóvét. Nem, komolyan gondoltam, hogy nem fogok behúzni ezt a szart. Na. Ne! Nem mondod! Nem mondod! Ez az! Mindent is bekapcsoltuk, bazze! Gyerekek, fullon vagyunk szarral. Olyan nehéz az a gép, mint a dög. Ez mi volt? Ez valami elfosta volna egy gyerekek. Hát mi a fog? Mi a pecsöm volt? Ez megállt. Na meg jön valami. Na meg üttesd el magad. Ne! Menj a francba!
Hát ezt nem hiszem, komolyan mondom. Komolyan mondom, nem hiszem ezt a játékot. Mi történt egyáltalán? Hát ez egy őrület, öcsém. Valami legyen már magaddal. Menjél már innen! Hülye vagy? Isten gyerekek, komolyan mondom. Én ezt a játékot nem bírom elhinni, már várja, most meg nem mentem be a kísértett házhoz. Hova álljak félre, ahol nem fognak fötiporni ezek az idióták? Minden félre állom. Ja, még odébb van a kísértett ház. És megint itten zubog, bazzer. Normális? Az ember így közlekedjen. Jó, ide félreállunk. Vagyunk egy kéziféket. Csüvet meg húzzuk, semmi gond. Kell inni egyet, mert szomjon döglünk, azt megyünk tovább. Júi. Szélvédővet kiszorultotta az idiótája, bazze. Komolyan mondom, mi van itt? Mi van itt ebben a játékban? Ez... Tudja, hogy valami kemény drogon élt a csávó, akik csinálta ezt a játékot, gyerekek. Ó, oh, te édes Isten. Ez egy borzalom ez a játék, gyerekek. Na, még van hely a szippantósba? Figyeljetek, azt kéne csinálni, egyébként úgy kéne csinálni, hogy ezt a végét megfogom. Ezt megpróbáljuk. De ilyenkor nem fut, hanem csak így vánszorog, ilyen töketlenül, érted? Ez tök idegesítő, hogy ilyen lassan tudsz venni, hiába nyomod a shiftet. Érted? Már húzod ezt a rohadt csövet, ez nehéz. És egyébként hiába húzod úgy se fog fölmenni, mert nehogy jól érezd magad ám. Ilyen, próbáljuk felhúzni. Na, most talán sikerül. Ó, sikerült. Most talán beveszi? Elsik. Jó. Jó, gyerekek. Nem szarakodok azzal a csővel. Még szerencsé, hogy visszaadta a játék. De én biztos vagyok benne, hogy volt olyan verzió, amikor nem adta vissza. Na, mehetünk. Gyerek, egy fékkeresztbe vagy. Olyan súly van rajtunk, hogy az őrület. Ez tuti. Basz, nem akar menni ez a gép. Ez miért kotlik le, gyerekek? Mi történt? Ez mi? Jaj, nem, már megint basz, nem akarom. Nem akarom. Nem megy föl, bazza, ez a lighter. Felező egybe se. Azt nézem, hogy mi a tökömtől kotlik le. Raktam neki egy magasat, lehet, hogy az a baja. Lefelé jön, megiromodik. Nem is nyomom a gázt. Kicsit túl vagyunk terhelve. Le nem megyünk a fűre, mert szerintem soha nem jövök fel onnan. Isten! Mi ez a gém? Jó, meg van csinálva, oké, csak nehogy szembe jöjjön velem egy rally pilóta. Jó, már lassan beérünk a városba, hál' Isten. Ja, szerintem lehet, hogy túlmelegedett a motor, vagy valamiért lekotlott mindig. Itt van a táncház, ugye? Ma éjszaka lenne egyébként ugye a buli. Rally versenyen szebb a forgalomban. Derék.
Ez igen. Hát itt, hogyha elszállunk, akkor nekem végem van. De olyan szinte meg van csinálva, hogy van rajtuk súly. Nem akar menni. Nem tudom, hol vannak a rally versenyzők, mert most egy darab se jön. Meg így akar lecsúszni az nézd meg, oldalra. Alig tudom visszahúzni. Így a seggel meglendül oldalra és csúszik le a füvön. Most is félkeresztbe vegyük, a seggel jobb oldalt len van a füvön. Most is. Ugye beérünk a városba, jó vagy, nyugalomban. Ugye ott is volt még egy meló. Meg ráadásul... Pillanat mondom, és közben itt dobok neki egy négyest is. Lábazzak! Júj! Hát, hogyha ezért nem küldenek a sitra, akkor sem ér már meg így gyerekek. Azt a rohadt életben jó volt ez. De szerintem megyünk a sitre, gyerekek, megyünk. Nem hiszem el. Fú, meg jó, hogy ez a gifúval vagyok, ez azért bírja, ez olyan, mint egy tank. Isten. Na, érjünk már be a városba, ha ott vagyunk, jó van. Még van egy munkánk, még egy szippantás, itt jobbra ne csúszak, mert vége van. Akkor még egy szippantást meg kell csinálni. Sőt, itt most hol van a szippantás? Nem tudom, hogy melyik háznál, de mindjárt megnézzük, jaj, ne. Hogyan szállok ki? Ryan, így szélvédőm. Istenem, komolyan mondom, én mindjárt én jobb magam, bazzel. Én mindjárt én jobb magam. Nézzetek ám testvéreim, bazzel. Ez mindenkivel előfordulhat. Jó, megnézem legalább, milyen az alvász. Ez nem rendeltetésszerű használata, azt hiszem, ennek a gifunak. Hát azt nem hiszem, hogy fel fogom tudni állítani. Nem mondod. Ez akkor így jó. Jaj. Próbálom itt lökni, vagy valami, hogy... Hát, ha mázli lesz, ezt elkezd bugolni, de biztos akkor nem bugol, amikor nem akarod. És még seres ládám sincsen. Egy bugoltassabb. Hoppá! Megmozdul, csak... Ugye ugrálni kell közben tetejét. Úgy. Nem mondod, hogy a végén meg sikerül, bazza? Majdnem. Most jön egy rally autó. Biztos vagyok benne, ezt itt fog tudálni, meg rugni, meg mindent csinálni. Nem mondod, ugye nem jön. Nem jön ugye semmi. Nem akkor. Na várj, hát elrakta a kezét. Most meg már cseszik rá. Eddig meg legalább... Ez olyan nem hatékony ez a dolog, ez a jével előveszed ezt a kezedet. Ez ilyen 99%-ban nem működik normálisan. Az is jó lenne egyébként, ha arra borulna, mert lehet, hogy fölállna. Arra úgy látom, hatékonyabban akarja borítani. Próbálkozom, én aztán nyomok ám minden gyerekek. De miért rakja el ezt a kezet? Nem értem. Ja, hát ez érdekes. Van egy olyan sanda gyarom, hogy így meg vagyunk lőve.
És olyan messze van minden jármű, hogy az őrület. Egyre rosszabb a szituáció. Tényleg érted? Ne úgy már felboruljál. Jó, oké, tudom, hogy egy kicsit nem reális, de hát a realitást ebben a játékban aki keres, annak szerintem úgy kell. Itt az előbb. Hogy, gurulj tovább, azt talál. Gurulj, 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 gurulj! Most tudom, hogy állunk most. Most fejtetőn állunk? Ez igen. Gyerekek, akkor a fail lesz, hogy kilövöm szerintem a holdra ezt az autó, terautót. Hát ez most már tényleg lehet, hogy nem a rendeltet egyszerű használat. De viszont van esélyre, hogy szerintem felborítom most. Vagy pedig megpróbáljuk a másik irányba. Így nagyon gyorsan neki futti az útra. Most átfutottam alatt a kovajat. Jó, Istenem. Na, burulj, burulj, burulj! Burulj! Tedd! Tedd neki! Tedd neki! Tedd neki! Ne pattonja, tedd neki! Nem hiszed el, majdnem! Áh, topraj! Topra, gyere, 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 gyere! Ne a hátulra! Mi a pöcsöd? Hú-hú! Az igen! Jézus úristen! Az már na! Na, hát ezt, azért ezt megcsináltad. Ezt nem hinném el, hogy most az a baj, hogyha megtolom erre, lehet, hogy az alját fogom kitolni. És az alját az a baj, arra kéne kitolni. Jaj, jaj. Inog! Nekiugrok így. Nekiugrok föld. Hát ez nem, és itt nem is tudod meglökni. Na várja, meg kéne inoktatni, aztán... Hát, ha szerencséd lesz. Úgyse lesz szerencsém, hogyan lenne? De most az így megmaradt örökre. Az igen jó. De tényleg nem tudom meglökni. Nem, ezen a részen nem löki, csak a másik oldalon. Hoppá, följebb kerültem rajt. Segítenétek inkább, hülye gyerekek, mint hogy itt repesztetek. Na, mindegy, az alját meglökni, nem tudja meglökni máshol, úgy látom. De dőljél meg legalább valamelyre, hát az anyád, úristen, az... Vagy, a részfán fütyülös, fizikás, tököm robbanna föl, bazd a dolog, hogy ennek a... Én már mindjárt idejek, eredvágok, komolyan most itten tökörészik az ember. Mennyi, úgy gurulj tovább, egyszer álljál már talpra, hát. Nem hiszem, az összes oldalad, előbb megáll bazd a hátuljánál az a kotla, mint a talpán, basszus. Nem hiszem el, azért ennél... Érted, bazd, a legvégén megállt, de a talpán nem képes megállni, hát. Hihetetlen! Hihetetlen! Hát milyen Kejfej Jancsi szindrómája van ennek, érted, hogy mindenhol megáll csak a talpádom. És innen nem tudott tolni, de tényleg, innen nem tudott tolni. Innen nem tudott tolni, nézd meg! Innen nem reagál, hanem csak kizárólag az alváznál reagál, ami alul van. Tehát így fölfele tudott tolni a másik irányba. Jaj, de nagyon örülünk neki. Hát ez aztán igazán nagy segítség volt a magyar családoknak, úgymond, vagy mit tudom én. Menjél már. A talvázat tudod tökönyölni. Mindjárt kiengedem ide a szart, komolyan mondom, kénomba már. Na, gurulj már, vagy valami legyen, hát. Pont mindig oda, mindig a hátára, mind a büdös bogár, baze, hát a tököm mindjárt, ettől a játéktól mindjárt komolyan agyérgörcsöt tudok kapni, hogy ez nem tud normálisan működni 2 percig, baze, ez a játék. Így van, baze, így van ez a terrorútó. Meg a végén, jó, hogy nem már most meg a kabinra föláll, baze. Pugoljál odébb, vagy valamit kezdjél magadra, baze, már hát ez hihetetlen, nem hiszem el. És azt nem mondjátok, hogy ez jó működik, amikor föláll baze a végére, meg izé, meg repked a, fölpattal a levegőbe, de a talpára nem ám. Le van úgy olyan szinten programozva, érted, hogy a talpát olyan, mint ne, hogy már... ennyi, érted, az csá.
akkor most cseszhetem meg itt az édes anyukámat. Jöhetek el a traktorért, hogy ezt valahogy felállítsam. Tessék. Még hogy azt mondtam az játék, ennek a gameplaynek az elején, hogy ezt szeretem ezt a játékot. A nagy büdös szart, hát mi ez már megint, mi ez az elpattanások? És akkor érted, itt görgetheted le ezt az autót, beküzdöd a föld közé, úgyse fogsz felállni, az Istennek se. Mit tudsz vele csinálni? Egyszerűen az a baj, nincs is opció, hogy mit tudsz vele csinálni. Semmit, gyerekek, semmit nem tudsz vele. Na mit tudná? Így, bugoltatod. Szó szerint ez nem löködés, ez bugoltatás. Jó. Oké. Miért elmennek itt ellökörd, nem tudom. Hol a herev szaggató kurva élet faszába vagyunk, gyerekek. Itt vagyunk. Jó messzi mindent. Persze, bazze. Jó, hogy nem félúton az egész Ista háta mögött kell lenni, bazze, ebben a rohadt játékban. Hát. Most aztán megint megcseszhetem itt a jó édes anyámat, hogy bazze, gyalogolhatok megint be a városba, bazze, aztán nem tudom, hogy a tököm rojtozott valagába állítom fel ezt a kotlaverdát, és jöjjek el a traktorra, bazze, ide a halálszára, bazze, emiatt. Veszek egy sört. És komolyan ez... Figyeljetek, pont amire odaérek, tuti, hogy be fog zárni ez a nyomorult bolt. Már most látom. Köplik a bogarak a fülemet, érted? Ezt is minek kellett a készítőnek, hogy köpjék a bogarak a füledet folyamatosan. Ez egy olyan irritáló, hogy nem tudsz egyszer nyugodtan lenni, hanem folyamatosan ezt hallod, hogy de ilyen egy másodpercenként, ilyen a világon nincsen. A izében nincs a brazil dzsungerben nincs annyi bogár, mint itt Finnországban talán, nem? Vagy hol az anyám ebben vagyunk már. Kiütök mindenkit mindjárt itt, meg gondolom már megint jönnek majd a milliós büntetések, meg lecsuknak 100 évre, bazze, mert itt a raliba, itt közlekedett. Keeper! Megnézzük, mit árul ez a töketlen... Ize is itt, semmit se, nincs is árulva semmi. Mi van itt, mi nincsen? Megyek a boltba, ha bezárt a boltba, az komolyabb mondom, szétverek mindenkit ott be. Arra készüljetek, hogy itt izé harakilli lesz, bazze. És hifatom a tesó volt, az meg nagy nehezen, nem tudom, hogy haza tud-e vinni. Ezt még ki sem próbáltam az életbe. De buszozni az hódzier, hogy nem fogok, abban biztos lehettek. Úgyhogy most... Istenem, miért történt? Kipörre lesz a csoda? Hogy a raliba a kocsi bekerül. És ez a sebesség, ez a sebesség, és miért meg ilyen gyors, ez a futás nála, bazze. Önd a reumás csiga, bazze. Ha nincs írva a bolt, szétverek mindenki gyerekek, itt a faluban rendet teszek, komolyan mondom. Először is adjatok egy ilyen sprét bogár ellen. Bogár ellenes permed van-e? Arról beszéljük, mert olyan szinten idegesít ez a bogár spré, hogy bogár zümögés, hogy ezt nem tud elinni. Nyitva van, csoda történt. Adj egy bogár sprét, mert megbolondulok, komolyan mondom, kettőt is adjál. Adj egy rekesz sört is. Meg adj egy chipset. Aztán tavasz mentem innen el. És ez miért került be oda? Aivan, taas mennään pillan tuon maijat kuoppiin. Bogásprét. Ennek kesämökkiläiset, kun ne ostaa pelkästään makkaan. Na, ez meg elkezd itten dodulni nekem a fülembe a csávó. Pillatú, kaikki nää muut tuottu. Pillatuta az. Ei niille kelepo oikein mikään. Hol van a sörös ládám? Arra beszéljünk. Maito juuri. Nem mondod, hogy elbugolt a sörös láda, amit az előbb vettem? Hát ez nagyon jó! Hát de most miért? De most őszintén, ez mi volt megint? Veszel egy sörös ládát, itt legugolt, azt elrepült a tökönbe. Öcsém! Mi van, innom kö. Menjünk innen. Jó, nem érdekel a dubát. Gyere, haver! Baj van!
Na, fölveszi, vagy nem? Ja, mi? Nem tudok elmenni, mert le van zárva az útekezdi, a rali miatt. Hát ő mindjárt van, viszont árad vágok magamon, gyerekek. Én ezt ma nem bírom komolyan. Én ma nem. Nyugtató-e fogyott, vége van. Hát én ezt nem bírom. Elnyomtam egy valag ilyen ízét, sprayt, gyerekek. Most ne haragudjál meg, de még mindig, bazd, itt sütyörök bed a boszkító bed a fülebe, bazd. Komolyan, minden másodpercben. Meddig kell rovarírtozzam magam? És most is. Egy egész dobozzal elnyomtam, ugyanúgy. Ugyanúgy köpnek a legyek. Jó, van egy izé, van egy rekesz söröm, az megpróbáljuk. Nem, ez folyamatosan köpnek a legyek. Hát én ezt nem is értem. Ne kell vennem a felhallgató, gyerekek, mert annyira zavaró. Komolyan. Ilyen benne a fületben, nem tudom, felhallgató, az a baj, ti nem olyan hangosan halljátok minden. De olyan, mint a fejembe zúgná, ez a hülye légy folyamatosan. És ez megállás nélkül. Egész gameplay alatt. Egy órán keresztül. Én biztos vagyok benne egyébként, hogy szándéka az volt a készítőnek ebben a játékban, hogy minél jobban, hogy felidegesítse a játékost. Én nem tudok jót elképzelni arról a fejlesztőről, aki ezt a játékot fejlesztette. Komolyan mondom, ő neki valamilyen olyan frusztrációi voltak, amin ki kellett, hogy nem élje, hanem hogy ezt átadja másnak is, hogy szenvedjen bazzel, mint a Pilátus macskája, komolyan mondom. És azt a gifut próbáld egy seres lekesszel felállítani, mert különben esélyed nincs semmire. Innen gyalog hazamenni, ezt megsugom nektek, most ez halál komolyan. Szerintem egy ilyen 3-4 óra minimum. A busza hazamehetné, de az is lerak valahol nagyon messze, onnan is még legalább egy óra, vagy még több. Gyalog, mehetsz, a semmi közepén. És azon imádkozom, hogy nem dög lesz éhen, szomjan, meg nem tudom én, nem akármi nem történik veled. Na, akkor megpróbálom egy darab sörös rekesszel való fölállítást, ami én biztos vagyok benne, hogy még jobban fölidegesítem magam, de nem baj, mert megpróbáljuk. Még ez is le kell feküdni be azzal, hogy fölvegyem valami földről, gyerekek. Várj, hova tegyem be egyáltalán? Ide? Ja, hát itt nem működik, jó. Itt sem működik. Jó, hát akkor lehet, hogy az egyik volt. Valahol ugye... Nincs normális ilyen kolizzönnyi, vagy minek nevezik ugye a tárgyaknak. Tehát így bele tudod egymásba rakni természetesen, mert az úgy reális szokott lenni. Hogy így egymásba lógnak tárgyak. Collision, annak nevezik, ugye? Ja, hát nincsen. Aminek ütköznek egymásnak a tárgyak, ugye? Hát ez így... Szerintem ezt így cseszhetem. Na most annyi, hogy ezt így mozgatom egy kicsit, azzal nem fogok előbbre lenni. Ja. Ez meg. Jó van, gyerekek, hát nem tudom. Ez nem valószínű, hogy innen már föl fogom állítani, én már azt előre látom. Hát ez is, hogy fölrepülsz izejére 20 méterre a levegőbe, ez tökre áll. Miért nem tudta ez a készítő egyel tovább foglalkozni ezzel a játékkal? Azon kívül, hogy jó, oké, hogy van benne content, meg ez a foglalkozott, de más, bazze, hogy ebbe bármi is lenne. Egyébként még egy dolgot tudnék csinálni, de annak is semmi, sok értelmét nem látom. Nálunk van a csavarhúzókészlet. Hát az nagyon messze van. A disznó emberhez elmenni. De hát az a baj, ebben a játékban egyszerűen nem tudsz mit csinálni. Nincs opció. Érted? Gyalogolj végig az izén, a fél világon, meg ilyeneket tudsz csinálni. Vissza tudom tölteni az állást. Úgyhogy az fog történni, hogy
Ugye itt pentettünk az autószerelő műhelynél, oda vissza fogunk tölteni. Hát ezt így föltöltöm, srácok, hogy lássátok, mekkora nagy szívásba voltam. De odáig vissza fogunk menni akkor az autószerelő műhelyhez, jó? Ott onnan fogjuk akkor folytatni. Na, jók legyetek, srácok, aztán bocs, hogy itt a rage-eltel, de hát ez egy őrület egyébként, amit ez a játék tud művelni velem. Ez nem tudom, ez mindenkinek ennyire szívás, valaki írja már meg, hogy azért szoktatok szopni ebbe a játékba, vagy ilyen minden Hawaii Dizsi. Vagy pedig csak én vagyok ilyen, nem tudom, ilyen nagyon unlucky ebbe az egészbe, hogy mindig összejön minden. Na, köszi szépen a figyelmet, csácsumi!